tudom, hogy a napi munka, a mindennapi munka során számtalan olyan kiszólást, vagy esetleg bántás éri a napi gyakorlatban a postásokat, amit el kell a munka során viselni. Én ezért ezekért az atrocitásokért szeretnék elnézést kérni, és a köszönetemet fejezni ki önök felé azért a munkáért, amit végeznek, hisz egyrészt itt a posta épületben is a napi munkában rettentő türelem, tolerancia kell ahhoz, hogy ezt a munkát végezzék, és ezt úgy érzem, hogy a kinti, a területi munkában is ugyanez szükséges nagyon sok esetben, egyrészt az időjárás viszontagságait elviselni, másrészt az embereknek a megnyilvánulásait nagyon sok esetben tűrni, és kell megfelelő hangnemben visszaszólni. Úgyhogy ezen a napon én igaz ugyan, hogy egy évben csak egyszer van, de ezt a köszönetnyilvánítást kérem, hogy a évek napjaira osszák el, és azt szerint viseljék, és szolgálják ki Bávon a lakosságát, és köszönöm mindannyiuknak ezt a munkát. Mészáros Zoltánné vagyok, és 24 éve postásként dolgozom. Itt kezdtem Bábolnán dolgozni. Nagy Igmándor lakom egyébként, férjem, két gyerekem van, és hát így megszerettem én ezt a postai munkát, úgyhogy nem tudom már máshogy elképzelni a munkaviszonyomat, csak a postán. A postai modernizációban a kis postákat bezárták. Én Kisigmándon voltam postamester, és mivel ezt a hivatalt bezárták, így gondolkodnom kellett valamilyen másik munkahelyen, és mint ez meg éppen Jöre Nagy László betegállományban volt, fölajánlották, hogy addig, amíg ő nem jön vissza, addig ezt vállaljam el. Én remélem, hogy csinálom legalább hasonló módon úgy, mint ő. Igyekszem legalábbis.